Hegyvidék önkormányzata megduplázta a sportra fordítható támogatást a társasági adópályázatok kihasználásával. A 12. kerület ugyanis összefogott sportegyesületével együtt eredményesebbek voltak, és ez a szegényebb gyermekeknek is ingyenes sportolási lehetőségeket teremt. Élen a vízilabda és a kölyök foci. Nézzük a budai pénzeső csinálókat. Dr. Váci János alpolgármester a nyílt titkokról már is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A hegyvidék már a társasági adórendszer bevezetése előtt is egy sportbarát kerület volt, úgy emlékszem, igaz? Úgy fogalmaznék, hogy a sport az nagyon fontos számunkra, a stratégiára kiemelt ágazat. A költségvetésünknek több mint 2%-át fordítjuk sportra vagy sporttal kapcsolatos feladatokra. Hát egy nagyon esemény gazdag kerület a hegyvidék, van ott hegyvidéki fitparádi, amelyik minden évben több mint 20 ezer embert ér el. Előz meg a fogaskerekült, ez most már 11 éve egy nagyon érdekes sport. Az meg egy a Budapesti... verseny, nem? Hát, Biciklivel meg, meg futócipővel kell neki vágni és megelőzni a, a fogaskerekült. Tehát sok-sok eseményünk van, diák döntők két gyönyörű létesítményünk van, ugye a Sportmax csarnokkal 13 ezer bővült Budán, illetve a fővárosban a sportolás alkalmas terület, tehát nagyon komoly hangsúlyt fektetünk a sportra elmondható. Ez, azt nézzük, hogy ez miért alakult, így arra vagyok kíváncsi, hogy min múlik ez egy-egy kerület önkormányzat esetében. A polgármesternek kell sportrajongónak lenni, vagy azért ez ennél egy összetettebb kérdés? Hogy, hogy hol mekkora figyelem? Meg hol a figyelem? Me, hol, mekkora a figyelem? Milyenek az adottságok? hogy ez egy olyan kerület, aminek jelentős része zöld, és abszolút alkalmas a szabadidő aktív eltöltésére, adja magát, vagy hozza, hozza magával, hogy nyilván sportra komolyabb hangsúlyt tudunk fordítani, illetve azt gondolom, hogy a, az önkormányzati vezetőknek a személye, a beállítottsága, az érdeklődési köre is meghatározza, hogy mennyit költ sportra, mennyire tartja ezt fontos feladatnak. És ez hát egy szerencsés kerület is, mert szerencsére módosabb, úgyhogy megvanok a lehetőségek. Ez nagyon csalóka, én azt csalóka? mondom, hogy igen, igen, tehát laknak nagyon gazdag emberek a 12. kerületben, a politikai és a gazdasági döntéshozó elitnek egy jelentős része állunk él, de ugyanakkor vannak nehéz körülmények között élő emberek, na pont nekik és az ő családjaiknak, gyerekeknek segít egyébként ez a TAO pénz, vagy a TAO támogatás, amit sikerült megszereznünk. No, ez itt 25 millió forintról van szó. Ezt, mi volt ennek a metódusa? Mert ebbe az az érdekes, hogy itt a, a hegyvidék eset, tehát a, kerületben egy sportegyesület közösen lépett föl a pénzek megszerzése érdekében az önkormányzattal. Így van, az önkormányzat nem pályázhatott volna, de volt egy régóta működő egyesületünk, a HS, a Hegyvidék Sportegyesület, 14 szakosztálya, közel 1500 embert ér egyébként a HS. És azt gondoltuk, hogy dolgozzunk együtt. Egy új rendszer van, a TAU támogatásnak a rendszere, amelyik nagyon-nagyon jó kezdeményezés, ugye a makro adatokat, azokat ismerjük, szerintem már ebben a műsorban is elhangoztak, Igen. hogy közel 100 milliárd forint értékben nyújtottak be pályázatokat, ebből a Magyar Állam a sportszövetségeken keresztül több mint 30 milliárd forint értékben adott ki úgynevezett támogatási igazolásokat, és végül 2011-ben, ha jól emlékszem az adatra, 24 milliárd forint értékben fizettek be a cégek a rendszerbe. Egyébként nagyon érdekes, mert... Ebből további adóbevétele van a magyar államnak, a 24 milliárd forintból 10,3 milliárd SZIA és különböző egyéb áfa, különböző egyéb adóformában még egy körbe bekerül a költségvetésbe. Arról beszélünk, hogy amikor ezt az adókedvezményt odaadják a vállalatok, a vállalkozók, akkor ott megteremtődik a munkahely, elköltjük, adott esetben az utánpótlás edzőnek, elköltjük. és ott megint visszajön abból a pénzből különböző eszköz, adók. Eszközvásárolnak eszköz, belőle edzőnek, utánpótlás edzőnek fizetést biztosítanak belőle, tehát még egyszer visszakerül ez a, a költségvetésbe, tehát egy nagyon okosan kitalált rendszer, és a cégeknek is kifejezetten jó, hiszen a támogatási összeget, hogyha levonjuk az adó alapból, az arra vetített 70%-a ennek az összegnek felhasználható. Ez kicsit komplikált. Ugye azt szokták mondani egyszerűen, hogy, a, hogy a, a adó, az adó összegének a 70%-a fordítható vele, nem annál egy picit kevesebb, viszont emiatt a számítás miatt még további 10%-os kedvezményt jelent a vállalkozásoknak, cégeknek. Tehát erre szokták azt mondani, hogy tényleg a hülyének is megéri. Na és akkor itt maga a metódus, maga az dolog hogyan történt? Tehát fogta magát az Egyesület, meg az önkormányzat vezetői, az Egyesület kitalálta, hogy mire szeretne, az önkormányzat meg azt mondta, hogy jó, Így van, tehát ti értetek hozzá, akkor menjünk el együtt, hívjuk össze a vállalkozókat, a cégeket. Több témában lehet egyébként támogatást kérni, vagy pályázatot beadni, mi az utánpótlás nevelésre fókuszáltunk, pontosabban ők az utánpótlás nevelésre fókuszáltak, és három programot nyújtottak be a szakszövetségekhez, egyet a fiú fociba, egyet a lány egyet pedig a vízilabda utánpótlásba, és összesen 45 millió forint értékben gyűjthettek pénzeket, és akkor jött a ötlet, hogy próbáljuk ezt közösen csinálni, hiszen a bizalom borzasztó fontos. A cégek erről egyébként hallottak már, de azért olyan nagy bizalom nincsen bennük, tehát az, hogyha egy polgármester vagy egy polgármester hivatalnak a vezetése azt mondja, hogy gyerekek, ide be lehet tenni pénzt, itt nem kell izgulni, hogy akkor eltűnik a pénz, vagy zavaros a rendszer, vagy majd itt megbüntetiteket a NAV, vagy bármiféle probléma. Nem azt mondja a polgármester, hogy gyerekek ide ajánlott betenni pénzt, hanem azt mondja, hogy itt van a lehetőség. Nem azt mondja, hogy itt a lehetőség, is érdemes berakni pénzt. Nyilvánvalóan pressziót, nyomásgyakorlást nem tud a polgármester kifejteni, de el tudja mondani a helyi vállalkozóknak, hogy fontoljátok meg, érdemes ide elkölteni a pénzt, hiszen ha itt a keretben működtök, nektek is fontos, hogy itt egészséges, sportos gyerekek legyenek az iskoláinkban. Egyébként az egész rendszert az iskola rendszerre húztuk fel, vagy arra építettük, a sportolásnak, kifejezetten a futballnak, a bázisai az iskolák, iskolai tornatermek, iskolai testnevelők, tehát összetudtuk kapcsolni egy hegyvidéki oktatás rendszerrel is az utánpótlás nevelésünket, ami külön erénye pozitívum ennek a történetnek? Ami nagyon érdekes, itt az MLS vezetőivel is beszélgettünk tegnap arról, hogy mi a tipikus, mi volt a hegyvidéken tipikus, hány helyről jött össze ez a pénz, tehát hány céget, vállalkozót sikerült rábeszélni. Sok kicsi sokra ment? Változó, jellemző az, hogy van egy-két nagy, és utána van jó néhány kicsi, és mi még nem is mentünk olyan mélyre a rendszerbe, hogy mondjuk a helyi vállalkozót, tehát a hentest, a cipészt és a kisvállalkozókat, kávézó tulajdonosokat megkerestük egy volna. van még tartalék? Rengeteg tartalék van. Mondjuk, és ez mondjuk vegyük mennyi, hogy ha itt sikerült összehozni. Körülbelül próbálja megbecsülni, hogy me, mennyi pénz van egy, egy, egy ilyen kerületben még ebben a rendszerben magas. Szóval. Ön 25 millió forintot mondott, ez a talán egy ismert piacvezető portál, jelent meg ez a 25 millió forint néhány héttel ezőtt, talán 10 nappal ezelőtt. Már ez már 45 millió forint, már kimerítettük a teljes keretet, tehát már a következő pályázatra fókuszálunk. Azt, azt megbecsülni, hogy mennyi pénz lehet a rendszerbe ez Ezek alatt a napok alatt is ennyit sikerült még össze. Tehát borzas, borzasztó eredményesek vagyunk, és minden publicitás nagyon jót tesz a programnak, mert az emberek, a cégvezetők azt látják, hogy ez egy megbízható, kiszámítható rendszer, van bizalmuk, van hitük a rendszerrel kapcsolatban, és pont emiatt befizették a pénzeket. Tehát az az ominózus index cikk, hogyha uh -huh. majd Igen, a médiumot megnevezhetem, a kifejezetten segített nekünk, az rögtön hozzátett még 24 millió forintot. Az azt jelenti, hogy akkor már eljutottak egyes hentesekig is. Nem, ezek még csak nagy cégektől jöttek. A 12. körületben gyáraink nincsenek, nagy ipari csarnokaink nincsenek, tehát nem vagyunk mondjuk olyan szerencsés helyzetben, mint Szolnok, vagy esetleg Győr, vagy Budaörs, de azért itt is vannak komoly cégek a hegyvidéken, multinacionális cégek, nemzetközi vállalatok, komoly helyi vállalatok, és tőlük kaptuk ezeket a támogatásokat elsősorban, tehát mi még nem mentünk olyan szintre le. Tehát még mindig van benne jelentőségek. Rengeteg, szabat. tehát én azt mondom, hogy több száz millió forint van lenne van lenn a földön, csak amit valakinek a kerülen, csak, fel kell csak ebben, a, vagy a föl kell szedni. Vagy a föld alatt, vagy a földön, igen. Éven. Amit elő kell bányászni, meg meg kell fúrni, és akkor jön kifelé. Pont, pontosan. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a komoly cégekkel meg tudunk állapodni, de rengeteg olyan település van az országban, ahol nincsenek mondjuk multinacionalis vállalatok bejelentve, de nekik ugyanúgy ott van a hentes, meg a cipész, meg a kisbolt, meg a fűszeres, meg bárki. Ők például a, mondjuk egyeken a, a, labdarúgás utánpótlást, szerintem ezek a cégek nyugodtan meg tudják támogatni, és kis százezer forintokból is össze lehet rakni egy olyan támogatást, ami, ami igenis látszik, és igenis van értelme. Ez a rendszer és ennek az áldásai, ezek azt jelentik ezek szerint, hogy az a, az elmúlt 20 évben tapasztalt sportoláshoz szükséges családi, szülői hozzájárulás, ami ma már automatizmus, tehát hogyha elmegy a gyerek játszani, akkor meg kell venni neki a cipőt, a nadrágot, utaztatni kell, és ezek nagyon nagy költségek, és nem, sokan nem bírják ezt elviselni. Ezt ki tudják váltani? Mi ki is váltjuk. Milyen értelezen... sportolnak magyarán mondva a gyerekek. Így van. Néhány héttel ezelőtt adtunk át az iskolásoknak egy csomagot, egy hatalmas hátizsákot a focistáknak, mert benne volt sportszár, mez, kisnadrág, anorák, melegítő. És hát emlékszem utoljára 30 évvel ezelőtt, amikor én a vasas egycébe sportoltam, akkor sose felejtem azt a pillanatot, amikor szóltak, hogy le lehet menni a szertában, megjött a szöges cipő, meg megjött a melegítő. És most akkor megint eljön ez a világon. A. Azóta, mondjuk az elmúlt 30 évben én nem emlékszem ilyenre. Hogy a kaptak volna a szülők, eddig csak be kellett rakni a gyerek sportolásába pénzt. Én a lányomnak ugyanúgy, aki egyébként szintén atlétzál, a megveszem a szögét cipőt, megveszem az edzés, edzés felszerelést. Hát óriási pénz. Magyarországon durván másfél millió ember engedheti meg magának, hogy sportoljon, mert hatalmas költségek ezek. Ez a rendszer azért jó, mert azt a maradék, azt a másik 8 és fél millió embert is be tudja vonni a sportolás rendszerébe, aki eddig anyagi okok miatt egyszerűen nem engedhette meg magának, hogy sportoljon. Mit gondol, azt mondja meg végül, ez a rendszer meddig tartható fent? Tehát ugye beszélünk arról, hogy van egy piaci logika, meg van egy állami logika, ami segíteni szeretne a sporton, meg a sporthoz jutáson. A kettő néha ütközik. Meddig tartható fenn ez, a, ez a kicsit eltérített, de jó értelemben eltérített rendszer? Ez nagyon nehéz megmondani, Én remélem, hogy minél tovább. Az való igaz, hogy a TAO rendszeren nem segíti a magyar sport piacosodását. De a magyar sport egy olyan különleges helyzetben van, hogy ez a támogatás, ez borzasztó fontos neki, mert egyébként egyik napra a másikra, két hét alatt, egy év alatt, két év alatt nem lehet a magyar sportot piaci alapokra helyezni, viszont amíg ilyen jelentős forráshiányjal hiányjal az ágazat, a TAO hihetetlen fontos támogatási rendszer. Azt mondjuk, hogy jelentős ideig fenntartani, hogy, évek, ugye? Évekig érdemes volna, mondjuk, Évekig... mondjuk 5-6-7-8 évig is. Meddig? évekig érdemes fenntartani. Én kerületi politikusként nagyon örülnék, hogyha ez hosszú éveken keresztül rendelkezésre áll, hiszen ezen keresztül pont azok az ágazatok támogathatók, amelyekre mindig a költségvetés tervezésekor a legkeves legkevesebb figyelem jut. Ugye a diák sportra, utánpótlás sportra borzasztóan is támogatási forrásokat találni. Mindenki, ha valaki fizet, és a piac egyre zsugorodik, egyre kisebb most a rossz gazdasági helyzet miatt egyébként is nagyon nehéz szponzori vagy marketing forrásokat találni, de azok a marketingpénzek is kifejezetten versenysport támogatásra fordítódnak, utánpótlás sportra nagyon-nagyon nehéz pénzeket elők teremteni, és ez a rendszer pont ezt szolgálja. És akkor még inkább több az előnye annak, hogyha adott esetben egy-egy cég, bár nem függ a két dolog össze, de gyakran azt mondja ez tapasztalat, hogy én már adtam mint társasági adókedvezmény, én mint szponzor most már nem adnék. Még egyszer, ha bár mondom, mégis ez nem ugyanaz a pénz, jobban megéri és nagyobb az előny azzal, hogy az utánpótlásban megy a pénz, azt gondolja. Hát ez egyszerűbb, ez tulajdonképpen nem az, hogy ingyen van, hanem még meg is éri a cégeknek, hiszen az, az korábban említett 10%-os spórlás az benne van a rendszerbe. Érdekes, majd, ha egy-két év múlva visszanézzük, hogy azok a cégek, akik tau pénzből támogatást adtak, Hány volt közülük olyan, amelyik a marketing is megnyitotta, és pluszban még ugye felületet vett, vagy marketing támogatást adott? Erre még nincsen adat, de itt egy nagyon érdekes korreláció, hogy összefüggés lehet a kettő között. Nem várunk addig, hanem egy kicsit várunk, csak és utána visszatérünk rá, és megnézzük a tapasztalatokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. szépen.